A műsort a Samsung Galaxy támogatja. Játékosoktól játékosoknak. Az Istenes támogatója az Univert. Nem érted, hogy apa telefonál, tehát apa nincs. Olyan, mintha el lenne temetve a temetőbe. Apa a temetőbe van. Halott, nincs. Nem lehet hozzá beszélni. Nekünk nagyon sok munka volt az, hogy a kapcsolatunkban megtaláljuk ezek között a megváltozott viszonyok között azt, hogy, hogy miért akarunk együtt lenni. Persze minden meg akarsz adni a gyerekednek, de szerintem a saját egódat, a feleségeddel való kapcsolatod nem lehet oda helyezni a gyereknek, másodlagosnak kell Nem fogod azt csinálni, amikor vérzóra lázasan bejön, hogy rábaszod az adatot, és azt mondod, hogy bocsi, szülői, én idő, még <laughs> negyed óránk van. Ölemelem, és mint egy pontyot úgy csapkodom egészen addig az ablakpárhányhoz, és utána kidobom, mint soha nem láttam volna, és utána pedig befekszem, és alszom végre egy jó ízű. Én meg már az egész folyamatot látom, és látom azt, hogy az a kis keze az a gyönyörű, ami az a kis ide, hogy, hogy, az azzal a szét a falat majd, de, 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 <híves> meg firkálja tele a kanapét. Én innen úgy fogok hazamenni, hogy a Dori nem fog rám is menni. annak idején még 20. fával internetes. Kezdődik. Kezdődik. <laughs> <laughs> Egyébként ezt én mondtam. és ne fordítsd ellenem. Yeah. Igen. Imá, Márkó imádja engem le nagypapázni. Mellettet melletted fiatalnak tudom érezni magam. Pedig Igen, már de én nem is gondoltam, te is hogy te 39 menőszűz. éves vagy, ez nagyon durva. Igen, hát nem tudok mit tenni. De, de, nem, nem, hogy ne, de az, hogy nem nézel ki ennyire, ennyire idősnek. De, de hát, idősnek, bocsánat, 39 éves. Nem, idős ne, 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 nem, 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 Hát az majdnem ugyanaz. Hát majdnem nem. ugyanaz, csak azt mondja, én azt gondoltam 30 hogy... 30 fölött fölkeltünk, gondolom, veled is így volt, és volt egy fájdalom itt Nagyon valahol, durva. és most Egyébként az az ajándék, hogyha máshol fáj. Az a a rendék, máshol fáj. A igen, igen. Te mennyi vagy enő? 32. 32. Aha. És te? Én 53. És 53. Vagy 54. Már nem 53. 50 nél elhatároztam, hogy én visszafele számolok, és kész. Én és legalábbis ezt szokták mondani. Ezt szokták mondani. csak egy szám. Na jó van, kezdhetjük akkor, gyerekek? Fasz csak Kezdhetjük. Induljon el akkor a beat. Szevasztok! Hello! Hello. Sziasztok! Na, hát ez is egy nagyon különleges istenest, de majdnem mindegyik elén ezt elmondom, de hogy tényleg így van, mert most négy apuka ül itt a stúdióban, ilyen sem volt még, négy különböző korú gyerekkel, mármint, hogy több gyerek van, de hogy mindenkinek különböző korú gyermekei vannak. Andris, neked van ugye egy fiad 23, és egy lányod. 21, 21, 23 a lányom, 21 a fiam. Így van. Márko? Nekem van egy lányom, két éves. Igen, Jenő, neked egy két hónapos kislányod. Kamilla, kis igen. Igen, nekem pedig két fiam van, uh, hat éves és négy éves hamarosan. Jól elgondolkoztál. Igen, legyen, igen, figyel, igen mert, mert, mert már majdnem négy, de igazából még három. Ez akkor iskolában megy a nagy most, szeptembertől, uh, mi, kitoljuk, mi kitoljuk, mi kitoljuk, kitoljuk egy évvel. Másik téma, erről is beszéltünk majd, szerintem ez, ez valahogy így mi így döntöttünk, szerintem jobb így kitolni. Jó, mert akkor hogyha más nélkül csak egy év lesz lehet. köztük az iskolában. Hogyha a másikat nem toljátok ha ki, akkor csak külön. egy év van. Igen. Amúgy, ha elég buta a gyerek, akkor ő majd kitolja magának. Ezen nem kell egy előre izgulni. Igen. Én a saját életemből tudnék erről mesélni. az egyetemet úgy kitoltam. Én, év alatt... én, én, én 16 év alatt végeztem el azt a, azt a két szakot, amit mások 5 év alatt, és aki, aki az oponensem volt, akinek írtam a szakdolgozatomat, az négy évvel később kezdte az egyetemet nálam. Ne, én így Na most már csak egy dolog nem történt, hogy nem mutattam be ö, a vendégeket. Nyilván akik YouTube-on néznek bennünket, azok már látják, akik viszont Spotin hallgatnak bennünket, vagy Apple Music-on, azok nem. Úgyhogy egy nagy tapsolt Hajós Andrisnak! Köszönöm, sziasztok! Sziasztok! Lincényi Márkó! Hello! És Rácz Jenő! Szevasz! Na gyerekek, hát örülök, hogy itt vagytok. Izgalmas lesz ez a műsor szerintem, ilyen apás műsor sem volt még, egy kicsit féltél tőle, mi, hogy túl komoly lesz, amit is kérdeztél? Figyelj, nekem van egy apás podcastom, és már a 40. epizód felvételén túl vagyok. Én pontosan tudom, tehát én nem hagyom, hogy a nők kisajátítsák ezt a a témát, hogy a szoba, meg ilyen pelus olyan. Nem, mi apák, majd megmondjuk, hogy mi lesz mostantól. Vas fegyelem, vas szigor, és nincs vacsora. De nem is az, hogy mi mondjuk meg, hanem hogy szerintem az apák annyira más, hogy élnek meg nagyon sok szituációt, hogy, 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 arról ugyanolyan fontos szerintem beszélni, mint, mint hogyha tényleg egy anya mondja. Igen, területe, a vas, nem? Amit, ő, amit, a Márkó Vasszigornak nevez, az legutóbb, mikor náluk vacsoráztam, az úgy néz ki, Na, de igen, igen, hogy a lánya nem hajlandó beleharapni a kiflibe, csak a májkrémet nyalja le róla, ő pedig 125-ször vissza kell rá újra májkrémet, hogy lenyal a róla. Ez ekkora igen, a közben, Igen, csak közben egy Excel táblázatba vezetem, hogy még egy kis kanál májkrém, még egy kis kanál, és azt forintosítom, és gyűlik. Én is, mindig, mindig, is. Ezt mondom, igen, ez én is mindig ezt mondom, hogy gyerekek, minden, rátoköltök, az egyszerűen vissza fogom kérni, mert csak viszik a pénzt komolyan. Mikor hozzák már végre? a miénk már dolgozik, egyébként két évesen már egész kezében már tud szőni ilyen kis, csak néha megszúrja az ujját. Hát Régi elméletem, mielőtt lettek volna gyerekeim, sajátok, én mindig azt gondoltam, hogy végzés, hogy örökbe kell fogadni egy végzés előtt álló orvost és egy ügyvédet abban a pillanatban, amikor éppen termőre fordul. Igen. De ezek, addig... ezek akkor 21-22 éves lányok? Hát akkor ak 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 az enne, ne, nem, hát nem egy ilyen Woody ellenes elképzelésem volt erről, hanem hogy örökbe fogadni, és utána kiküldeni, pénzt keresni. És akkor csak az a része van meg a szülőségnek, hogy öregkoromra támogat. Beszéljünk akkor matekról, majd egy kicsit a <síns> 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 Igen. Na figyeljetek, hogy egy kicsit elindítsuk a témát. Hoztam nektek egy, egy Reddit bejegyzést, amit egy három gyermekes apuka posztolt. Jó, figyeljetek. Ezt írta. Nem emlékszem, miért akartam valaha apa lenni és őrület, hogy bárki is szeretne szülővé válni. A szülőség a legrosszabb hobbi, amit az ember csak kitalálhat magának. Minden időmet, energiámat és pénzemet a gyerekeimre fordítom. Ami marad nekem? egy napi szinten szétrombolt ház, a végkimerülés és nulla önmegvalósítás. A legutóbbi péntek estét hányás felsúrolásával töltöttem. A szombat teljes egészében nyavajgással telt. Vasárnap lett volna két órán kettesben a feleségemmel, de a babysitter végül nem ért rá. A feleségem mindezeket nagyon jól viseli, és nem tudja megérteni az érzéseimet. Megbántódik, amikor megpróbálok erről beszélni vele. Nagy rész jól viselkednek a gyerekek, de a tűrőképességem határához érkeztem. Egyedül a komoly felelősségérzetem tart vissza attól, hogy elmenjek innen. Gyakran álmodozom arról, hogy a telefonomat lehúzom a WC-n, kiveszem az összes pénzem a bankból, és elhúzok innen több ezer mérföldnyire. <laughs> <laughs> Annyira szépen megfogalmazta. Két dolog van, vagy történhetett ezután, vagy az, hogy tényleg ennyire duzzogva befeküdt az ágyba, és hogy ő tényleg ennyire durván éli ezt meg, és egy napon tényleg el fog menni, illetve a második, amit talán jobban remélek, hogy kiírta magából a dühét, utána pedig bement, megpuszította a gyerekeit, és lefeküdt aludni, és elindult a másik nap. Mert szerintem azért ezt már sokan, vagy sokszor éltük már át. Nincs egy hete, amikor, amikor módszeresen végigpörgettem az agyamban, hogy megfogom a kis bokáját, fölemelem, és mint egy pontyot úgy csapkodom egészen addig az ablak párhányhoz, és párhányhoz kidobom, mint hogyha soha nem láttam volna, és utána pedig befekszem, és alszom végre egy jó ízű. De végül is nem tettem meg. De igen, de várj, Tehát itt ülünk. Azért, vicces vicces a történet, és azért hangsúlyoztam ki az elején, hogy, hogy különböző korú gyerekeink vannak, mert nem a Jenő például még, még nagyon jó van. Vagyok, igen, igen, tehát, hogy ő még ezeket nem érzi, mert az elején mindannyian máshogy éreztünk, ugye? Hát én, én, én Te én még ilyet nem érzed? Nagy éreztél. szemekkel ámulok bámulok igen. most, hogy ti miről beszéltek. Igen, De igen, mert még, igen, az elején emlékszem, még fekszik, még nyugodt, jó esetben csak Egy alszik, alszik, alsz, Halk, eszik, halk mert a kis hangszagja nagyon vékony, sír is az is csak ilyen nyöszörgés. Igen, és ha becsukod az ajtót, még nem tud kijönni, tudod, és akkor nem hallod. A legszebb dolog az, hogy mennyország illata van nem? Igen. Tehát, egyébként a, kint, igen. Nem lehet igen. Én meg már az egész folyamatot látom, és látom, hogy hova vezet, Na, igen. és látom azt, hogy az a kis keze, az a gyönyörű, ami az a kis idő, hogy, hogy, az azzal bassza szét a falat majd. Meg firkálja tele a kanapét. Tele firkál kanapét. Én emlékszem arra, amikor, amikor el, először is Pezsgőt, Pezsgőt bontottunk, pesgőt bontottunk, amikor a második gyerek is már nem mondta azt kakilás után, hogy nyö-nyö, hanem hogy ezt maga elintézte. vagyok! Akkor eltett egy-két hét, amikor rájöttünk, hogy igazából, ha maga csinálja, akkor utána egy teljes test tisztítást és fürdőszoba, de legalább elindult ez, és amikor megtanulták ezt egyedül csinálni, akkor a probléma. És megtanulta, de akkor kezdődött egy új korszak, az üldögélés közben falra rajzolás és akkor elmondtuk, hogy de nem szabad. Úgy a szeretem, falra. hogy de nem, nem, tényleg, de nem Sőnne szabad. Vagyok. Tehát erre mondtam, hogy... azt a kis gyönyörű kezével fogja csinálni ezt a rajzolást, és akkor kell majd neki mondani, hogy ezt nem szabad. A lányom csinálta meg velem azt, hogy nagyon elmagyaráztam neki, hogy nem, amikor ott ülsz a WC-n, akkor nem félkáljuk a falat. Fél óra múlva arra mentem, hogy mi történik, és egy darab smiley volt ne, a, fejem feje ne. mellett, és így ült most. De várjál, -e, de, de én, én, azt gondoltam még a apaság előtt, főleg amikor láttam botrány gyerekeket, akik mellől még az ördögűzők is elmenekülnek, hogy hogy meg lehet beszélni a gyerekkel, hogy meg lehet... És az a, túl, a... Jobba, akkor mindenki kirülgeg, meg a És én mondom a Dórinak, hogy de hidd el, hogy meg fogom tudni Éget. vele beszélni, hát elmagyarázom neki, hogy nem ordítunk. Téged a kis le fog venni úgy a lábadról, szerintem én, én rettegek, hogyha egyszer Há, lesz most a, lányom. Aki már most azt mondja, hogy mennyország szaga van. Hát Igen, az... azt tud, oda fog majd jönni, és majd így fogja a bankkártyádat elkérni, és költeni, és... mit mondott nekem hat évesen a lányom, amikor először próbálkoztam azzal, hogy ebbe most már rendetlenség van, most már tartalatlan, és akkor gyere, csináljuk meg, mert ezt meg kell csinálni. És megkérdezte, hogy ezt téged nagyon zavar? Mondtam, hogy igen, engem nagyon zavar. Akkor ez a te problémád. Ha, évesen. De. Akkor a dumájuk van egyébként. A kicsinek majdnem hogy nagyobb dumája van, pedig még mondom, hogy most ez csak négy éves. Olyan dumák attól, hogy nem hiszed el? Szerintem azt csinálják, hogy mindig valamelyik szülő ellen felhasználják, amit a másiktól tanultak. Tehát, hogy apafelé azt játsszák ki, amit anyutól hallottak, hogy jó, akkor ez a te problémád, mert hat évesen honnan tudna ilyet. Igen. És akkor anyufelé pedig azt, amit apától hallottak, hogy jó, nem kell azt annyira elmosogatni, gyere, elhetünk belőle másodszor is. Nagyon-nagyon durva. Miket szokott az Ádin is mondani? A múltkor csak csőd vele, és akkor nem hallom a saját hangomat, miért így mondod nekem? Tudod? És amikor olyan dumákat mondanak, mint egyszerűen nem vársz egy, mit négy évestől, vagy hat évestől. Annyira durva. Amikor először látod a saját gyerekedet homorítva a kormányablakban a földön, fetrengeni. Tényleg, mint egy ilyen hering, ott fetreng. Neked ezek És azt gondolod, Igen, mi halnak neveljük, és majd később eldönti. Igen. Amúgy az is nagyon érdekes, ezt, ezt most így előre mondom nektek, hogy én már látom, utólag visszanézve 20-21-két évre, hogy mik azok a dolgok, amiket nem nő ki, amiről azt hiszed, hogy jó, hát most még ilyen, de hát azért ő nem ilyen lesz, és melyik az, ami tényleg olyan lesz. Mert egyébként a lányom tényleg Mind, olyan, mint aki fölrajzolja a falra. Tehát, hogy vannak bizonyos személyiségek, Egy gyerekben van egy egy rész, ami kész van, amire nem nagyon sok mindenre tudsz hatással lenni e, a szereteteddel, a neveléssel. De ez már csecsemőkortól is van, mert én De hoz valamit leszem. magával, és van egy személyiség, ami lehet, hogy, hogy egészen a magjáig azért nem tudsz változtatni. A múltkor megkérdeztem a fiamat, hogy is arra emlékszel, amikor tüdőgyulladásod volt, és néztük a BL meccset, és akkor ő nem emlékszem, 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 De várj, de neked, amikor gyerek voltál, volt olyan, ami, amire emlékszel, hogy elmentetek nyaralni, vagy... vagy... nagyon, én nagyon, nekem amékszem, nagyon hogy sok nem nagyon <laughs> És ezt innen szeretném üzenni, hogy... H hogy miért nem mentünk. Egyébként igen, kezdhetjük innen, vagy egy kicsit kanyarodjunk vissza, miért a saját apaságunkról beszélgetnénk, hogy azért az nagyon nagy hatással van az ránk, hogy, hogy a mi apáink igen. hogyan viselkedtek velünk, hogy, hogy, tőlük miket vettünk át, hogy tőlük miket tanultunk meg. Hogy nektek például van mondjuk egy olyan emléketek, ami, ami a legkedvesebb például az apukátokkal kapcsolatban? Kenő? Hát nekem például az utazások, ha már itt tartunk, mi nagyon sokat utaztunk, amikor gyerek voltam, és, és ezek annyira bennem maradtak. Hát én azért indultam el 18 évesen a világot járni 10 évig, mert mert akartam menni, mert bennem volt. De de visszapörgettve a dolgot, én azt mondjuk ne ezen értelmezem, ugye, hogy én amiket megéltem gyerekkoromban, és azok a pici dolgok mennyit számítanak most a felnőtté vállás idején, és már öm, ő, mire gondolsz? <coughs> Öm, apró, a tanítások, apró, amiket a, tanítások a, a közös emlékek, a kudarcok, a rossz dolgok, azok mennyire benne maradnak az emberben, és hogy most mennyire összpontosítok arra, ugye, hogy ezeket hogy ne kövessem el, azokat a hibákat. Például az én apám életemben egyszer volt a foci a a vám és pénzügyőrségben fociztam gyerekként, és emlékszem, hogy annyira bántott az, hogy az én apám sosincs kint egy rohadt meccsen, és amikor meg egyszer kijött, akkor meg teljesen megszűnt a világ körülöttem. Uh -huh. Tehát, hogy és, és, és az nekem nagyon rosszul esett mindig, és például én azt megfogadtam, hogyha a Kamillának lesz valami sport, vagy bármilyen elfoglaltsága, én vinni fogom edzésre, vinni fogom mindenhova, ott leszek vele, és ez szerintem tök fontos. Egyébként tényleg nekem is ez egy, egyik ilyen, ami, ami ami azt, azt, mondom, hogy másképp szeretném csinálni, az az együtt idő. Tehát, hogy nekem, ugye nekem elváltak a szüleim, tehát hat éves koromig volt apukám jelen az életemben, aztán kiköltöztünk Németországba, tehát nem elég, hogy elváltak a szüleim, hogy ki is költöztünk, tehát egy kicsit ilyen mindegy fura helyzet volt. A lényeg az, hogy, hogy az együtt idő, az nekem nagyon hiányzott az apukámmal, és én is ezt fogadtam meg, és ez mindig meg is hat engem, amikor, amikor bármilyen ilyen közös program van, amikor látom, hogy igényli, nem tudom, akár csak egy, 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 egy az óvodában egy piknik, és tudom, hogy fontos neki, vagy volt most nemrég úszó bemutatójuk, és tudod, hogy én is megfogadtam, hogy minden ilyenen ott szeretnék lenni, mert nekem ez annyira hiányzik, akár még a mai napig, és hát a múltban meg főleg gyerekként, hogy ezt, ezt mindenképp másképp szeretném. De tudjátok, ne felejtsétek el, hogy ez még ilyenkor mindig rólunk szól ez még mindig a mi igényeinkről szól, akkor még mindig mi hadakozunk az apánkkal, vagy a saját apaképünkkel, és szerintem nagyon kell vigyázni, hogy ne essünk abba a túlzásba, hogy nem a gyerekre figyelünk. Mondok egy példát, a fiam a gimnázium osztálytársainak volt egy zenekara, talán taknyos ez volt a, a ezzel azt hiszem sok mindent elmondok, és, és, talán azzal is, hogy a nagyon a YouTube-on ezzel még nem találkoztatok ezzel a zenekarral. egy kicsit ilyen punk zenekar volt, és iszonyú helyes gyerekek, és iszonyú helyes szülők, csak Hát az anyukák minden koncerten ott voltak. Nem merték, Aha. és nem merték nekik megmondani, hogy, hogy 16 évesek, hát lassan már, tehát köszi meg minden, és ezért azt csinálták, hogy írtak egy dal, aminek a refrénye az volt, ilyen gitárzúzás, Anya, meglátod, a... meglátod, meglátod, anyukád a legjobb barátod, és azt hitték, <laughs> hogy ettől majd észhez de nem, hanem ne. azt mondták, hogy jaj, de jó, ezt nekünk ne, írták. Ne. Szóval, hogy ezt csak azért mondom, hogy én is nagyon sokat ott voltam a gyerekeim ügyein, de azért mindig, észre kell venni azt, amikor meg nem biztos, hogy az a jó. E, igen, csak te de most azt az idősebb korban jön szerintem majd el, nem? De most te azt mondod, hogy ez rólunk szól, mert hogy hadakozunk, de szerintem meg a Bence azt mondta, hogy, hogy a, a, negatív példa is lehet pozitív, vagy válhat pozitívá, és ahogy arról beszélt, és nálam is ugyanez van, tehát én nem nagyon kaptam törődést mondjuk az apámtól, ez és ezért de, de, igen, tehát hogy eldöntöttem, hogy én viszont ott jelen szeretnék lenni, és hogyha jelen vagyok, akkor nem a telefonomat basztatom, nem e-mailezek, nem telefonálok, hanem megpróbálok tényleg figyelni rá, és én egy törekszem, és hogyha nem lett volna ez a negatív példa, akkor ez nem Biztos, hogy így eszembe jutott volna, hogy ez egy hiányérzet lehet a gyerekben. Én csak szóval, azt mondom, hogy, ez hogy lehet. ezzel nincs vége a feladatnak. Nem dőlünk hátra, szerintem attól, hogy ja. na, akkor én most nem milyen jó apa vagyok. Ja, nem, nem mindig ott nem. vagyok, hanem hanem tényleg, ahogy te mondod, az sem mindegy, hogy hogy vagy ott, ö, az sem mindegy, hogy. És azt is tudnotok kell, hogy ez igazából ezért olyan nagyon nagy ö, Oscar d nem fog járni. Mert ő, a te gyereked, nem tudja, hogy nem ez az alap. Igen. Uh -huh. Azt te tudod, hogy nem ez Igen. az alap. Ő azt fogja mondani, hogy Ja, és már 16 vagyok, most már azért ne De ez ide. nem igaz, Ezt, mert ez benned marad, hogy de te jól felnősz, akkor rá fogsz jönni, amikor neked gyereked van, akkor azonosulsz viszont azzal, hogy a te apád, te anyád milyen jó volt hozzád, mert én például ugye úgy gondolkozom, hogy, hogy, hogy az, hogy én ma jelenleg itt vagyok, és élek, és, és egészséges vagyok, az nagyon sok esetben abból a, a normál dologból jött, ugye, hogy tök normál volt, hogy a szüleim megetettek, meg vigyáztak rám, meg ha beteg voltam, kórházba vittek, de most szülőként teljesen máshogy élem azt meg, amikor én látom a gyerekemet esetleg köhögni, vagy beteg, vagy lázas, vagy éhes, és hogy mennyi energiát és időt, Igen. és szerintem a, ö, idáig bennem az nem fogalmazódott meg, amikor ugye anyák napja van, vagy apák napja most már, hogy lényegében tényleg hatalmas dolog, amilyen ami áldozatot a szülők tesznek, de amíg a fi, az ember fiatal, meg még nem szülő, addig ezt ezt, nem ezt csak így, ez, ez egy normál, de ahogy te is mondod. És, és, és még egy dolgot mondok, hogy én például már gyerekként is éreztem ezt, tehát amikor amikor a, a csapattársaim, vagy osztálytársaim elmentek az apukájukkal horgászni, a. akkor éreztem, hogy de jó, hogy ők időt töltenek, nekem, meg az édesapám, nem tudom, 700 km van tőlem, és mi ezt emiatt nem tudjuk megcsinálni. Ja. Nekem már akkor éreztem, hogy Úristen, de jó, hogy valaki ezt máshogy tudja csinálni. Nagyon csavaros azért ez, amit te mondasz, az áldozatról, Jenő, hogy. hogy azt se szabad, hogy érezzék, hogy az áldozat, tehát szerintem azt is tudnunk kell nekünk apáknak, és merni kell őszintén lenni. Nekem például volt egy olyan szakasza már, visszatérve egy kicsit erre a Reddit híre, hogy, hogy akkor elege van az embernek, akkor lehet, hogy akkor azt meg szabad merni mondani, hogy mm. nem, apának most más dolog, tehát a, az áldozatból ott ülő apa, most ezt nem rátok mondom, csak mint egy ilyen általános kép, aki aztán majd ezt a gyerek óra alá dörgöli vacsoránál, hogy én most nem mentem el egy meetingre, azért pedig keresettem volna pénzt, hogy ott legyek a szaros mert se az valahol rossz, mint ja, hanem, ha Tehát, is ugye nem. egy ilyen egészséges arányt kell tartani. Tehát, hogy azt, hogyha mondjuk besokalsz, vagy bármi, akkor tök jó, a gyerek nagyon érzi, nagyon érzi az energiáit, az ha feszült, vagy ha nem vagy bármi. Azt az nagyon fontos, hogy ezekről az érzésekről beszéljünk, és ők ismerjenek ezáltal van beszélni. Olyan, van olyan, Bence, nem, hogy izé egy picit elegünk van, és elmegyünk. neked. Most Persze. volt egy elkaminód, nem? Persze. Tehát Igen. van olyan, amikor tehát egyébként azért most így vicceltünk ezzel, hogy elképzelem, hogy a gyereket kidobom az ablakon, szóval, hogy vannak ilyenek, de mégis ott vagyok, és minden nap fölkelek, és minden nap megcsinálom a dolgomat, van, amikor elfáradok. És nagyon érdekes, mert nagyon nem voltam megengedő azokkal az emberekkel. De szemben, ez fontos, hogy akik... ezt kimerjük mondani, hogy, igen, nek, hogy fia, de nem, passzos, nem, voltam alakért, hogy ezt igen. átérezzük, hogy ebben van, van, igen. van igazság. Hogy és tőle, vannak, így. akik, akik lelépnek, amikor a gyerek egy-két éves, és én mindig elítéltem ezt, hogy hogy hagyhatja el a családját. És azon, hogy soha nem fogom elhagyni, nem, léptem le, még mindig ott vagyok, de elkezdtem meghallani ezeket az embereket, hogy ez tényleg senki nem mondja, hogy ez ennyi energia, ennyi idő, hogy ott nem te vagy már a fókuszban, hanem ő, hogy ez egy másik éles típus, nem, nem tud ehhez eléggé alkalmazkodni, akkor az, az lelép. Hát meg tudod, mit nem mond még senki hogy azzal a férfi szereppel, amit a mai társadalom elvár, meg amit magunktól is elvárunk. Ami azért, amióta a világ világ, a férfi szerep nagyjából mindig a, a nyugodt, a gondoskodó, stabil, de ugyanakkor erős, győztes, most az mindegy, hogy milyen területen, hogyha ő egy könyvtáros, hogyha ő egy miniszterelnök, ez tök mindegy, de valahol a családjába ezt várják el. És ahogy egy nőnél, simán lehet ma arról beszélgetni, és női magazinok tele vannak vele, hogy az egész napos anyaság, de azért utána neki joga van ahhoz, hogy szép legyen, és csinos, és én idő. Nem ezt az álságos, jó, akkor nekünk is jár, de az sem mindig könnyű egyébként. Pelenkázó apukából, óvodai ünnepségen ülő apukából átfordulni azzé, azzá a férfivá, akit elvárnak tőlünk. Ez két, és, és ez egy új keletű dolog. Az én apám még generációja, pláne a nagy Tehát 60-80 ezelőtt ez nem volt. El az ha megláttak volna egy pelenkázó apukát, akkor azt mondták volna, hogy Jézusom, itt valami probléma <laughs> van. Félreértett valamit igen, az úr meg sokkal intuitívak voltak az emberek. Tehát én azt gondolom, hogy ma, manapság már a szülők sokkal tudatosabbak, a, a, férjek, az anyák, mindenki. Régen ugye ösztönből csináltunk mindent, és szerintem ez is nagyban befolyásolja azt, hogy mennyit változott a, a társadalombeli szerep is. Ugye beszélettünk itt a písziségtől kezdve mindenről, de én azt gondolom alapvetően, hogy ha, ugye mi mondjuk, hogy hát nekünk milyen jó egy elkaminóra elmenni, akkor a be gondolom, mi lenne akkor, hogyha például az, az anyuka mondaná azt, hogy ő elkáminózni szeretne egy héten keresztül, az mennyire verné ki nálunk a biztosítékot, vagy nem? Mert én nálam, én nálam, nálam nem. nem. Nálam tehát, sem. hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez egy, ha nem is 50-50, mert ugye, tehát, hogy, de valamennyire mégis az. Én azt gondolom, hogy, hogy mindenkinek oda kell magát tennie, és én én például úgy élem meg az apasságot, hogy ez egy munka. Tehát én, én pedig általában eléggé munkamániás vagyok. Elég és... szarapizú. <laughs> hát igen, csak amikor látod a saját gyerekedet felnőni, ügyesedni, az, az szerintem annál nagyobb fizetség nem kell az életben, amikor amikor ezeket a dolgokat látod. Hát azért idővel, ahogy megy az időszem, egyre nagyobb kompromisszum, meg sok lemondás azért. Tehát, hogy, hogy, hogy azért mindegy is ezt hallottuk. Tehát én én nekem például az étteremben vannak esték, jönnek vendégek. Van olyan vendég, aki másfél év után jött először hozzám vacsorázni, mert nem tudott másfél évig elmenni. Na, ezekről és beszélek abszolút, egyébként. Abszolút, igen, abszolút, ez teljesen. Abszolút, De hát igen, én, én meg abból indulok, hogy mi, mi most, múlt héten például háromszor voltunk ebédelni meg vacsorázni a Dórival, és hogy én Ilyen szerintem ez mellett. mindig. <laughs> Jó, azért hadd nyugtassanak meg titeket valamivel. Nem áll meg az élet, hát ez emberektől függ, hogy ki Igen, milyen. de az a hogy szerintem azon, mikor még nagyon pici, és én is egyrészt az, el, az első gyerek még pici, akkor még azért ott, ott, ott még ott még azért eljársz, még megmaradnak az edzések, aztán utána szépen, lassan már van egy második gyerek, az tízszer akkora, tehát egyszer, mint hogyha megszoroznák tízsel, De akkor a listát. Kétfelé jutnak, vagy, vagy. Az, hogy eltűntek a barátaim számai a telefonomból, tehát hogy hát, megszületett a gyerek, egyre idősebb és egyre kevesebb telefonszám van a telefonkönyvben. Igen, ha, nem tehát, egyszer, tudom, egyszer, hogy Tényleg azon, utána már, tehát, hogy nekem is azon vagy dolgozom, vagy a gyerekeimmel vagyok, mert akkor már edzeni nincs időm, akkor azon, inkább az edzésre jut. Látszik is nem vagy nem? csomó dolog, így kihullik egyszer csak így az életedből, és nyilván. De visszajön, hogy vissza! Olyan. Lehet, hogy vissza, Igen, mert ezen már túl vagy, hogy van az a pont, amikor, amikor ők, ők sem Szerintem azt nem lehet, tehát azt ezt, nem lehet csinálni, hogy abban a igénylik, három igénylik évben, már. amíg mondjuk ez, ez a, ez a legeleje van a kis csecsemőből, hogy lesz, tehát akkor nem lehet olyan elvárás, hogy te neked ugyanolyan legyen az életed. Az biztos, Én elhiszem, hogy vannak ilyen top menedzserek, akik de a schedule aki be, és, az telefonjuk szól, hogy 6 óra 40-kor és 4 perc alatt reggeli, akkor az ez, és akkor így elmondják, hogy meg lehet ezt csinálni, hogy futás is, de nem, tehát ki akar ilyen táblázat szerint élni, meg egy gyerek nem táblázat szerint működik, mert mondjuk lázas. Tehát akkor onnantól Igen. dönteni kell. De ezek, ez, ezen a három éven kívül szerintem ez visszahozható. Csak azt se lehet mondani, hogy ez tönkre az életet. Tehát van az egyik oldal, amelyik ezt mondja, a másik oldal ez a va vaskalapos, nem tudom micsoda, és szerintem való tényleg a balansz mindenben a legfontosabb, hogy, hogy igazából megmaradjon az életet, tudjál a feleségeddel de randizni szóval mondja, de el kell fogadni azt, hogy valójában ez egy, ez egy tök normális normális változás, és hogyha ellenemész, hogy úristen, most miért nem ezt csinálom, miért nem azt sem, na, akkor de akkor még nem be. voltál készen az apaság. Igen, de hogy ez szépen szerintem. lassan, ez egy, egy, pár év, az első pár év alatt átalakul, mikor egyszerűen rájössz, hogy már nem te vagy a fontos, hogy nem fogsz tudni elmenni oda, akarsz, mert a pont, mikor, mikor megbeszéltek, hogy most elmegyünk vacsorázni, és utána úgy szétszedjük egymást, na akkor lázasodik be ez a rohadék. <laughs> Én de ha nem lázasodik be, akkor mit cse? Elmentek, este tízkor, van. Uh, ja, igen, ne nézzük már igen. meg semmit, nézzünk fényképeket a gyerekekről, tudod, akkor igen, nézzük igen. a végét, és ugyanúgy fölkezd másnap hat 30 Adél a béreltünk egy lakókocsit, elmentünk, a, le, leutaztunk valahova a Dunapartra, kinyitottuk a lakóautót, sütögettünk, ott elvoltunk pár órát, és egyszer csak úgy egymásra néztünk, hogy de jó lenne ezt a gyerekekkel megélni, nem? Igen, Összepakoltunk, felmentünk Pestre vissza a gyerekekért, és beraktuk őket, és csak kimentünk ott, a, itt Budapesten a, a, a rakpartra, az és az ott az aludtunk velük. Én tényleg konkrétan ez volt. Jaj, de egy jó. napunk lett volna, amit jaj, de együtt töltünk. Ugyanez, ugyanez. Amúgy szerintem ennyi a titka az egésznek. Én, nekem, mászin volt, meg szerintem mi mindannyian egy kicsit ebben a szakmában eh, szabadabbak vagyunk. Tehát én nem tudom, hogy az, bár nekem voltak 31 2 éves koromig konkrét állás állásaim reggelbe menni. De, tehát nyilván ilyen szabad életformával ez könnyebb csinálni, hogy egy kicsit el lehet késni az oviból, mert még a bobketet megnézzük az építkezésen, meg egy kicsit korábban el lehet hozni a bölcsiből, mert ma ilyen program van, de, de szerintem az a titkának az egésznek, hogy valóban jó, amit te mondtál most, valóban jó velük lenni. Tehát ha, ha, jó buli a gyerekkel lenni, nekem, nekem, most már olyan szinten hiányzik, hogyha átjönnek enni, vagy valami a nagy gyerekeim, én azt se bánom, hogyha nem foglalkoznak velem, csak hogy legyenek ott, mert még egy kis szaga van a dolognak olyan, mint, mint régen. Tehát, hogy ha ez megvan, hogy, hogy mindenki megtalálja, hogy mi az öröme Abba hogy a gyerekeivel van, akkor ez nem kötelesség, nem muszáj, igen. hanem akkor buli. Igen, most lehet eddig úgy hangzott, mintha egy utálnánk az egészet, de hogy közben pedig nem, csak nehéz bizonyos Hát meg esetekben. erről beszélünk, mert mindig mindenhonnan az folyik, hogy jaj, ez egy csoda, igen, a legnagyobb ajándék, ez, ez Isten. <laughs> Jó, de azért, hogy Mi is megérjük a pénzünket, én mindig röhögök azokon a fiatalapukákon, a haverjemmel, amikor valakinek gyereke született. És akkor még akkor el lehet járni. Mikor kisebb a gyerek, akkor még ugye könnyebben járni. Hát úgy, hogy mit tudnék én otthon csinálni, hát az anyjához van kötve, hát szopikáznia kell, én úgy tudok. És akkor berúgnak, és akkor hajnalban jön ez, figyelj, én a gyerekem, én meghalok. Ne kézzel, hogy de meg, hol vagy most? nem ne, ne képzeled, hogy meghaj majd a gyerekedért egy ilyen gémbe, amit most elképzelsz, ha egy léghajó lenne, akkor és az utolsó, ami a földet elhagyja, akkor én föltenném rá. Negyed, négy van, menjél haza, valogat, Ne Szóval, szóval nekünk is ez könnyű ezt így előadni, aztán ha őszintén magunkban nézünk, hogy mindig korrektek vagyunk-e, akkor nem biztos. Igaz Adél? <síns> két, igen. a dél? A másik nagyon nagy történet, amikor uh, megszületett az első gyerekünk, és uh, elmentem tejfakasztóra. És az Adél éjszaka hívott, hogy valami történt. És emlékszem, kórházból hívott engem, hogy azonnal jöjjek, És én igazából akkor tudtam meg, akkor érztem először, hogy apa vagyok, hogy tudod, még tejfakasztó részegen mentem be, kis vizemmel, jó napot jöttem akkor mert nem tudom, mit kellett ott csinálni. Hát, négy volt. Ma jó négy reggelt, reggelt akkor, van. igen, jó reggelt jó mentem reggel. be, és akkor ott nem is tudom, mit kellett ott csinálni, felenkázni, ott feküdni. És emlékszem, hogy befeküdtem mellé, az Adél mellé oda az ágyban, egy személyes Más ágy volt reggel, a kórházban. És Valóség. Valóség. Hát, de tényleg, igen, hát nagy rend, segítség, nem segítség lehet lehet. volt rám, szóval, hogy igen, hát, hogy akkor éreztem először, hogy apu Olvastam vagyok. valami hírt, kicsit még megint ez a, ez a Reddit, valami amerikai család egyszer megcsinálta azt a két szülő, azt hiszem három gyerek volt, kamaszodás, problémák, rendetlenség, ez a szokásos átlag dolog, besztrájkoltak, két táblával, hogy szülői sztrájk, nem tudom mi jövő sátorba kiköltöztek a saját kertjükbe, a napaliuk elé, és azt mondták, hogy tessék, csinálta. Ott a pénz, tele van a hűtő, oldjátok meg. iskolába elviszünk titeket kocsival, de amúgy semmi. Egyébként ez nagyon jó ötlet, mert a, de jól nálunk is az, hogy ő mindent tud, ő mindent jobban tud, tudod. És egyébként én például olyan vagyok ebben, hogy mindig elmondom neki, figyelj, én segíteni szeretnék neked, mert azt gondolom, hogy okosabb vagyok nálad. Meghozhatod ezt a döntést, de kisfiam, ezt tudnod kell, ez a te döntésed, és akkor viszont a következményét is vállal. Ha azt megfogod, nem tudom, megégeted magad, ha innen leugrasz, el fogod törni a lábadat. És hogy csinálja, de hogy én például hagyom, de ez egyébként egy jó ötlet, hogy ennyire kivonulni belőle. csinálj, gyerekek! Eszembe jutott, hogy most mondod, de ezt is vegyétek észre. Nem csináljuk emlékszel Emlékszel a saját gyerekkorodból egy gyerek, amikor ezt elkezdettek mondani, figyelj, hát értsd meg, tudod mit hall? Gyere, te is ezt hallottad, hát odafigyeltél, azt mondta. Jogos, azt jogos, jogos. Be, bezúgott a füled, és mondta, hogy mindjárt vége lesz, még ha <laughs> lesz. Most szokott az a rész lenni, igen, és aztán ezután a rész után ki menni, és akkor folytat. Igen, besapja az ajtót. mondani. Igen. De, de valami értelmes akkor? Muszáj, van. muszáj mondani, mert ez, ez így apáról fiúra megy. Majd ő is mondja a gyerekének. Muszáj elmondani, akkor azt is muszáj elmondani majd az asztalán, hogy amíg az én kenyeremet eszed, addig, ugye? És ezeket, nem jó, nem nem ezeket, ezeket mindig kiviceltem, ezeket és soha nem mondtam ilyet. Én egyet fogadtam meg, hogy ez a típusú ilyen, ilyen, ilyen agresszív, megmondó, Igen. parancsoló. Az apa Nem jó szenzziológiailag ilyet nekem, más rá, volt, rá, nem, nem, nekem nem ilyen apukám volt, hanem ilyen nagyon, nagyon példaértékű, és nem direkt betanító, meg az az anyám volt inkább, aki így keményebben fogta a dolgokat. És akkor én nekem így volt milyen képhez nyúlni, hogy hogy milyen az, amikor egy apa békén hagy mm -hmm. egy gyereket, és inkább csak úgy szép lassan esik le a gyereknek, hogy, hogy mi az igazság, nem így meg. Mi az, mondva. amit te mindenképp át akartál, mint a te apukát egy jól csinált, és te, te, úgy szeretted volna csinálni a gyerekeiddel? Volt egy ilyen elfogadás, és például szerintem az, hogy mindkét gyerekem, az apámban volt egy olyan elfogadás, ő tőle, én nem mondtak, ki, de éreztem azt, hogy ő nem azt gondolja, hogy a gyerek az ő tulajdona, hanem hogy ő a gyerek apja. Tehát, hogy ő az kezdetektől egy ilyen önálló személyiségként hülyén hangzik, de volt egy tisztelet a gyerek iránt, uh -huh. a, a, a lény iránt. És, de ezt én csak felnőtte fejl értettem meg, és próbáltam tudatosan tovább és például az, hogy mindkét gyerekem elég sikeres élsportoló lett, hivatásos sportoló, abban szerintem benne van az, hogy én a saját zenei, hát nagyon örültem volna, hogyha a zenébe mennek tovább, és olyanok, mint én, hiszen akkor lett volna egy ilyen kapcsolódás, én tudom neki mutatni, hogy nézd, csak ezt az akordot így fogod, és úgy fogod. és ezt elvesztettem, de ők meg nyerték azt, hogy van egy saját világuk, amit nem én nyomtam rájuk, amiben én, és ez szerintem tök egészséges, senki vagyok. Például a sport témában a gyerekeimmel 9-10 éves koruk óta nem azt mondom, hogy az van, hogy apuci, tessék le ülni ott oldalra, de én abban nem szólhatok bele. Nem értek hozzá, nyilvánvaló, nem abban van a tudásom, és ez nekik nagyon fontos szerintem. Tehát én ezt a békénhagyást, ezt, ezt nagyon tudatosan hmm. próbáltam csinálni. Ti mit tanultatok apukátoktól? Mi ez, hogy még egyet ki kéne nagyon, nagyon, nehéz van ez ugye ez a, ez a, mitológiai leírat, a hős útja, hogy mi történik egy emberrel, ahogy a saját személyisége kialakul, és ennek valahol az a vége, hogy a pusztító anya elfogadása és az apa legyőzése, az apa helyébe lépés, és én most valahogy pont ebben a szakaszban vagyok. Tehát se jót, se rosszat, rosszat. már jót meg még nem tudok mondani, hanem most van az, hogy én, én úgy érzem, hogy én lettem a, a férfi a családban, és én kezdem el vállalni azokat a felelősségeket amiket előtte az apám részben vállalt, és most fogom majd megérteni, hogy mi az, amit köszönhetek neki, hogy mi az, amit nem. Úgyhogy nem, nem akarok se jó se rosszat mondani. Több faktoros a dolog. Az egyik ugye, hogy, hogy, a, hogy az édesapák, azok szinte mindig a hősök a gyerekek szemében. Tehát a, a halhatatlanok, a legerősebbek, a, 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 legnagyobb hatalommal rendelkező emberek, és ahogy te is mondtad, van ennek egy elmúlása. És az, az, elmúlás az tud ijesztő is lenni, és tud, tud egyben egy szeretetbeli dolog lenni. Például a szeretetbeli dolog, amikor majdnem 50 évesen ugye rájövünk, hogy basszus, mennyi mindent megtett értünk annól az apám, és most én próbálom ugye azt megtenni a gyerekeimért. Illetve van a, 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 a picit hogy mondjam, szomorú boldal, ugye, amikor rájövünk gyerekként, és nekem volt ilyen kamaszkoromban, ugye, amikor elkezdtem észrevenni, hogy az apám az igen, csak nem halhatatlan, <laughs> ő, 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 is csak egy átlag ember, meg amikor észreveszem ugye a hibáit, az első dolog, amikor saját apádnak észreveszed, hogy hát ez tök hülye, hát miket mond a, a saját apád, hogy... hogy uh, és, 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 akkor fogadod meg, hogy te ilyeneket, ezt nem akarod így csinálni, nem meg akarsz meg... elkövetni, és teljesen másokat fogsz. És amikor meg Régen. már 30 éves vagy, and <laughs> Akkor, akkor pedig rájössz, hogy valójában ugye megfordul az életnek a, a, a szerepköre, és utána már te vagy gondoskodó az apáddal szemben, tehát már te óvod. Tehát valójában megtörténik a szerepnek az átvétele. És nálam ez már megtörtént, úgy gondolom, bocsi apu, hogyha ezt hallgatod, de, de ugye én már őt óvom. Tehát mindentől óvom, és, és úgy gondolok rá, hogy, hogy ő bármiben számíthat rám, de nekem eszembe nem jutna, hogy én számítsak rá, mm -hmm. és ez ez egy normális dolog. És neked Bence? Én is például apukámnál az egyik ilyen, amit látom, hogy hogy beszél az emberekkel, hogy milyen tisztelet tudó, hogy mennyire becsületes, hogy, 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 hogy milyen a munkabírása. Tehát, hogy például ezt én is nagyon-nagyon-nagyon átvettem például apukámtól. Hogy, hogy beszél emberekkel, hogy kommunikál, hogyan viselkedik, mondom, a, 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 jó lelkét, és még sorolhatnám. Tehát sok mindent. Mert nyilván van sok gyakorlati dolog is, amiket megtanított, tehát, hogy azokat is lehetne sorolni, de, de ilyen, ilyen jellemet illetően ilyeneket mondanék én is. Abszolút igen. Ti mikor éreztétek először, hogy apák vagytok? Nekem nagyon érdekes és mert még azelőtt, bizonyos szempontból, azelőtt elkezdtem apává válni, hogy megszületett volna a gyerek. Tehát te teljesen máshova rakodott a fókusz. Kicsit rá is kellett szólni, mert elkezdted te kihordani, de komolyan. De, 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 igen, komolyan. Tehát már, már volt egy ilyen fékterhességem, és már. Nem, annyira cukin komolyan vette, hogy tényleg így a baráti körünknek rá kellett szólni. De tényleg? Igen, igen, igen. De beleástam magam ebbe a minden terhességi előkészítő tanfolyam. Ki, így, is ilyen úgy, volt, de de, de egyébként otthon született a gyerek, tehát ott voltam végig. otthon született a gyerek? Igen, igen, Miért igen. Mi igen. meg ezen a gyerek? Könyörgöm 2022-ben ez nagyon az érdekel. Hát azért, nem, nem, de mert én aggódnék, azon, ha az bármi történik, akkor, akkor ott kioldja meg a helyzetet. Azért, mert egy paragép vagy. De alapvetően... Azért figyeljük a stúdióban Ennek rendkívül szigorú feltételei vannak, tehát meg van határozva, hogy hány percen belül kell lennie kórháznak, kell a gondozás során egy orvos ugyanúgy hogy ott van minden papírnak, minden értéknek stimmelnie kell, ott van két dúla, folyamatos kapcsolatban vagy, van egy foglalásod a közeli kórházban, ahol téged várnak, tehát hogyha bármi komplikáció van, akkor uh 10 -huh. akkor tizenvalahány percen belül te ott vagy, ami egyébként pontosan ugyanaz az idő, mint hogyha az egyik osztályról áttolnak a másik uh -huh. osztályra, vagy hogyha elmész egy magánklinikára, bizonyos dolgokkal, vérzésekkel, hogyha a placenta nem szakad. Nem tudnak mit csinálni, mert a, az csak a. Pontosan ugyanaz történik. A tehát, hogyha valaki egy-két millió forint egy magánkórházba szülni, ugyanezek a komplikációk lehetőségei fennállnak, mint de az De miért miért döntöttek egyébként emellett? Ez, nem, nem ez volt a terv, vagy hát én így bohókásan mondtam, hogy ez a poén, ez jó pofonat, hol szül, de hát nem akartam de ezt is megoldod, nem? nem akartam más testével verni a család, de hát aztán az anya részéről jött egy ilyen, hogy, hogy szülünk otthon, mert Covid volt egyébként, és De akkor volt Isten. ez a katonák hőmérőztek, és én nem mehettem volna be, és olyan fontos volt neki, meg nekünk, hogy hogy ezt közösen éljük meg ezt a pillanatot, hogy akkor ez, végül is átálltunk az otthon szülés, amitől persze én rettegtem a legjobban, és hát minden Benny Hill volt, tehát szóltak a bábák, hogy akkor tegyek fel egy levest, akkor föltettem azt a levest, akkor még hozzak melegvizet, azok közben nem kibugyogott, nem a, az kibugyog, kibugyogott a leves, De. akkor mentem vissza, azon megcsúsztunk, akkor... Akkor a véres lagot a végén, leejtettem az egész ház tiszta mert a ne. körfolyosón a véres slag így elkezdett, és ne. a vér, meg egyébként is úgy, nem nézett a, de... úgy nézett ki a, a lakás volt. utána, mint egy az őrgő bűzé. Úgyhogy csináljátok, hanem. tök jó. És utána három napig takarítottam, ugye, mint Ágnes asszony, de hogy visszatérve az eredeti kérdése, hogy, hogy én már előtte elkezdtem magamat apának érezni, és beindult egy ilyen ösztönös, egy ilyen túrtam az orrommal a földet, mint egy malac. Tehát, munka, kifestés, ezt még átalakítani, ide elköltözni, ide, ide. Másik szempontból pedig a mai napig nem érzem a apának, néha csak így rácsodálkozom, hogy a gyerekem azt mondja nekem, hogy papa, hogy most mert tényleg én, én, vagyok az ezekkel a lábakkal, amik nemrég még botladoztak a Sziget Fesztiválon, tudod, hogy így, most így, hogy, 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 én, én vagyok az, aki... Tehát ez, ez még mindig egy ilyen furcsa kettősség, hogy egyrészt de azért érzem hogy lehet, hogy, nálam is később alakult ki, azt akartam mondani, maga a kapcsolat a gyereked, de hiszem, a, az Aha. apának a kapcsolat, hiszem egy picit később kezd el kialakulni. Nekem is én kb. két éves volt mind a két fiam, és érdekes, hogy nagyjából egy időben Aha. kezdődött mind a kettőknél, hogy akkor kezdik azt felfedezni, hogy nem csak anya létezik. Igen. És én nagyon részt vettem Igen. mindenben, tehát nem amiatt, mert nem voltam ott, mert én első percről kezdve tényleg már a, már a kórházban kértem, Igen. hogy én hagyj fürdessem, én hagyj palenkát, mindent hadd csináljak. Tehát, és, és otthon is mindent megcsináltam, de maga az, az a kapcsolat, amikor a gyerek felfedezi, hogy hoppá, apával Igen. más dolgokat Igen. lehet csinálni, más az energiaszint, tehát hogy tudod, 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 más egy apa, teljesen más Igen. energiákat. Ad, és nagyjából két éves korban jön, le nálam mindenki ez az igazi kapcsolódás. Akkor tudsz már vele most járkálni valahova. Oda odaszalad és megölel, pedig eddig, eddig nekem kellett leszorítanom, meg volt, hogy lesziasztom az ágyhoz, hogy végre hozzáférjek, de, de most még magától, saját akaratából. Nem baj, majd Pontos példa az elején, tudom, hogy Megírják a redditen. Nem, szerintem erről lehet ezt az egész kérdést, szerintem lehet ilyen viccesen és lazán kezelni. Én például nagyon haragudtam a gyerekeimre, a mai napig megtörténik, akkor megmondom neki, lecseszem őket, és megmondom, hogy egyébként pedig örökbefogadott vagy. És, és ha ez se elég, akkor még hozzáteszem, hogy és egy vietnámi kutyamenhelyről hoztunk el, és, és ezt így tudja, ezt így a mai napig tudják, hogy röhögnek rajta, de közben tudják, hogy amúgy az, hogy annyira hasonlítanak ránk mindkettő, hogy ez ilyen nagyon, nagyon nehéz elhitetni de nekünk is van ugyanez az érzés hogy a, hogy otthon van a gyerek és egymásra nézünk a Dórival, Dóri és nem akarjuk eléni, hogy a mi gyerekünk. De Igen. Hát, de Igen. Olyan, Igen. Olyan, nem azt mondom, hogy idegen érzet van, mert, mert ott van az a, az a kötelék, az érzés, a, a kötődés, de de mégis az van, amikor megyünk hazafelé, és vacsoráztunk, és az anyósom vigyáz a gyerekre, akkor egy pillanatra elfelejtett, hogy van gyereked még. És ha mész haza, akkor gondolsz rá, és mondom, Úristen, nekünk van egy lányunk. De ez ugyanaz, egyébként először a rendőrség hazahozza, ugyanezt, <laughs> hogy tudja. Hogy én nem akarod elhinni, hogy ez a ti gyerekek Igen. és Arra gondolsz, hogy de hát meg itt sem volt korábban. Igen. De közben, közben valójában nem tud elfelejteni, mert, mert mióta gyerekeim vannak azóta. Már a buliban tudom, hogy Úristen, inkább, inkább nem iszom is annyit, mert reggel ugyanúgy fog jönni fél Igen. hétkor, hogy játszunk, nem Igen. fogja megérteni, hogy rosszul vagyok, szóval, hogy tudod, hogy, így, hogy valahogy, valahogy az egész gondolkodásod így, így teljesen Ez az ilyen volt. logisztikai szintje amit kérdeztél az elején, hogy én mikor fogtam fel, van egy ilyen még mélyebb szintje, kíváncsi vagyok, hogy ti már ezt érzitek -e, mert körülbelül abban a, a, a stádiumban vagytok, amikor ez megjön. Amikor először megérted, hogy egy akármilyen saját karrier döntésed, üzleti döntésed, valami, amit eddig úgy szoktál meg, hogy én, Hajós András pedig most azt fogom csinálni, hogy, és az úgy lesz, és hogyha összejön, akkor pang, 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 így lesz, és, akkor, és hogy ez nem így van. Most már te nem magaddal. Én egyszer megértettem, volt valami, amiből az lett volna, hogy és akkor igen sok a fél évre kimegyek Amerikába. Nem. Nem így. Van. Ne, abszolút Már nem, nem lehet. És emlékszem arra, amikor ezt megértettem, hogy ja, hogy mostantól én nem egyedül játszom ezt a játékot, Igen. hogy nekem mi az érdekem, én milyen műsort szeretnék hova, szeretnék, hova szeretnék költözni, milyen autónk legyen, az mennyibe kerül, hanem hogy ez egy nagyobb rendszerben. Tudod, egy... nem, mert nem olyan autót veszel, mert nem úgy hozod meg a döntésed, és... és erről beszéltem az előbb, amikor azt mondom, hogy ez igazából egy kompromisszum, és átalakult teljesen az életed, mert valójában onnantól ez a gyereked, van, teljesen máshogy meg minden döntést. Hát nekünk én, a Németország is ilyen állás, volt. Ugye. Remélem, fizettek, senki reméle, reméle, ja, reméle, ja, reméle, nem fizet nem hogy nem Nektek nekem. hogy nem fizetnek, nekem. Hogy, hogy nekem fizet Hogy nekem vagy nekünk például Németország is ilyen volt, hogy, hogy ott is egy, egy döntési pont volt, hogy akkor, nem ja. na most a gyerekeimmel szeretném leélni az életemet, vagy nagy német sztár szeretnék lenni, és hogy, hogy teljesen máshogy, hogy ja. hozza már meg az ember a döntéseket. De, de tényleg biztos... egy autóban is így van, de... egy, autó, egy hogy úristen, de jó lenne egy kis kábrió, most két napig volt nem egy kábrió, ú, ez mennyire menő lenne, csak nem férnek be a gyerekek, ja. meg, meg nincs csomagtartója. Szóval nem lehet ilyen autó majd 10 <laughs> év múlva, vagy 15 év múlva. Igen, már... de akkor meg amikor már tudod, már, miért nem lesz. Mert a kopasságot mutatja, hogy a Igen. szél. Ne, részben azért, másrészt azért, mert az a műsor sose ér véget, hogy vagy legalábbis engem így neveltek, meg én is úgy, támogattak a szüleim, hogy mikor megkérdeztem, hogy de ez nekem miért jár, akkor azt mondták, hogy majd adott tovább, és akkor így tovább, így tovább, de szerintem ez minden családban a lehetőségeikhez képest így van normálisabb családokban. Bár azt az iskolát is el tudom fogadni, aki azt mondja, hogy akkor érdel egyedül, és kőkeményen rakd össze, és nem támogatunk. De azért mindenki érzi azt, hogy a, hogy a saját gyerekének adni az egyen jobb mint, mint birtokolni valamit. Tehát én most abban vagyok például, hogy a gyerekeimnek ö, ö, időnként jobb, mint nekem. Uh, utazgat, na az ez a sporttal kapcsolatos. Uh, a lányom autója például tulajdonképpen jobb, mint az enyém, és esküszöm nektek, hogy nem zavar. Tehát úgy leülni este a teraszomra, hogy, hogy én ebbe be tudtam segíteni, ez és neki jó. Telibe szarom a saját autómat, Egyébként életkorilag lassan már tényleg. És de, de, de hogy ezt rendbe Ez Komolyan, dugóban már elő fogja Most kétszer utaztam egy 10 plusz órás repülőúton a gyerekkel. Az elején elrontottam, úgy mert az elején nem altattam el. Nem. Nem. És, és úgy jól volt. És egyszer csak olyan, a hatodik órában megszállta az ördög, és akkor volt az a homorítós izom, amikor így néz így nézegetnek a többiek, akkor visszafele, nem, 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 kell félni, leszorítottam az ülésre magam mellé, kér kértem a sztyújikat, kértem, hogy izé, leszorítottam az ülésre, teljes tesőm rá nehézkedtem, ommoztam neki, mindig az Ó, és közben a két kis ujjamat a szemhéjára tettem, hogyha kinyitja, akkor csikizi, és <coughs> <coughs> csöndbe volt, és 42 percen keresztül így, 9 és fél óráig így aludt. Nem, ne. meg, meg Megdöbbentő, Jenő, majd meghal. Jenő Én innen úgy fogok hazamenni, hogy a Dori nem fog rám ismerni. De, de Dóri, ezek, ezek, ezek sátánok, ezek tudod, mit meséltek? Nem, van Kamila nem marad Van egy mennyiség, ahol átfordul. Nekem van egy barátom, van egy barátom, három gyereke van a legistenibb apa értükél. Mi mindent tökéletesen csinál. De tud annyira elég lenni belőle, hogy a múltkor a telefonban ezt hallottam, a legkisebb még ilyen játszóteres és beszél hozzám, ez egy fáradt vagyok, igen, melóban ez van, az van, és egyszer csak hallom, hogy már nem hozzám, hogy kiszol a kiszol Nem érted, hogy apa telefonál, tehát apa nincs. Olyan, mintha el lenne temetve a temetőbe. Apa a temetőbe van, halott, nincs, nem lehet hozzá beszélni. Mondom, hülye vagy. de értsd meg, nem mondom, de mit csinál, miért beszélsz így a gyerekkel? Mert ezre egyszer szól hozzám. Hát mondom, akkor miért mész le a játszótérre? Mert muszáj. Szóval, hogy ezért vannak ilyen... És akkor vannak ilyen komoly technikák. Én egyszer lukat ütöttem a falba. De konkrétan? Azért azt hozzáteszem, hogy gipszkarton, tehát nehogy van, van, aki azt így, hogy ez nagy ügy volt. Amikor úgy jött ki a, a lányom a, a szobából, bőgve és véresen, hogy megharapta a nyelven. Artur, megharapta a nyelven, tudod, amikor már ez hogy, -e, ilyenre, hogy kerül sor? Mit csináltok, hogy, e, hogy meg tudod harapni a, a, a nyelvét, meg szemen rúgták el. Tehát van ez a testvérküzdés, amikor nem bírsz, és akkor egyszer mondtam, hogy elég, és izé, nem, én nem vagyok az erőszak híve, csak akkor, ha ha konkrét pénz jár érte, de ugye az, ahhoz meg gyenge vagyok, hogy K1-es legyen. És puf, beleütöttem a falba egyet, akkor megijedtek, és mondtam, hogy ezt értsétek meg, hogy ez van bennem, ezt, ezt rakjátok belém ezzel, és soha nem foglak titeket megütni, de látjátok, hogy mekkora ez a luk, hogy, hogy, akarjátok... Nem, is? A, nem, hanem, de közben egy szégyellem, mert ez valahol egy fenyegetés volt, de hidd ő, hogy kívánom neked, hogy ne hogy soha, hogy a te de ez, ez legalább egy legalább nagy a legaranyosabb, akivel soha semmi baj nevez, de így most nem nézi, de úgyse ússza meg. Úgyse ússza meg. De figyelj, elképesztő nagy dilemma, mert nagyon sok példa van előttünk, nagyon sok okos tanácsot is kapunk, és egyrészt, amit én Szembesültem gyerekkoromban, tehát én, 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 hogyha szemtelen voltam, én kaptam egy maflást, pofán vertek kétszer, és egyből tudtam azt, hogy, hogy mi az, hogy rend, rendfegyelem, és ugye a mai világban ez már abszolút nem oké. Okay. De én nem. Ugye, amikor én gyerek voltam, akkor senki nem gondolkozott azon, hogy én elmegyek öt évesen a gyámhatósághoz, mert anyám rácsapott a seggemre. Ez teljesen Ott normál. A, egyet. Ott is, igen, igen. <laughs> a másikat és. <vissza>, <laughs> de, de, de én mai napig hálás vagyok azért, hogy én néha fel voltam képelve, amikor már nem bírtam magammal, és én látom a másik... Most is igényelnéd? Ö, nem, viszonylag normális ember Jó lett jól azt érzem. De én, én azt gondolom, hogy, hogy a másik véglet, sok barátunk van, akik ugye túlzásba viszik azt, hogy a gyerek fókusz. És szerintem az egy hiba, ugye, hogy persze mindent meg akarsz adni a gyerekednek, de szerintem a saját egódat, a feleségeddel való kapcsolatodat nem lehet oda helyezni. a gyereknek, másodlagosnak kell lennie. Nagyon hülyén hangzik, mert imádom a gyerekemet, és Bármit megtennék érte, de szerintem, hogyha ezek alapján, az elvek alapján működik az ember, akkor akkor a gyerek sem lesz úgy elkapatva, mert annyit látok, szerintem hogy. Ezt nem lehet tartani. De, Most de, azt gondolom, de is, ki hogy... van nyalva a gyereknek a feneke, helyre teszi az anyját hat évesen, úgy, és is nagyon is sok ilyet vele. látunk. nekünk is néztek úgy ki a gyerekeink egy időben, hogy na, akkor ezek egy ilyen elként. Hát ilyen, ez a mindent lehet. És jött is nagyanyai részről ilyen szemfelhúzást. Ott van ö, a, a saját hát anyádnak a, a, a bal szemöldöke az nagyon sokat el tud állulni. Amikor ő, ne, ő nem mondja, csak egy ilyen... Hát, mi nem így csináltuk volna, de mi sok mindent megengedtünk, és, és és nem volt, nem kaptak maflást, és nem volt nálunk ilyen hierarchia, hogy hol a hely, inkább ők voltak talán a, a központ, és sokszor minket is zavart, és elbizonyított, hogy ez normális így, de hogy a, a megengedés mellett voltak olyan területek, ahol viszont magára volt hagyva. Tehát például nálunk az működött, hogy én mindig azt mondtam, hogy legalább 18 éves koráig érezem már jó magát, mert olyan szar lesz az élet majd. Én, én pont van ez a mondat, hogy tőlem kapja meg az első pofon, akkor megtanulja. Lófaszt, hadd higgye el legalább, hogy nincs első pofon, kapja meg mástól az első pofont, én meg hadd simogassam, amíg lehet. És féltem is, hogy nem lesznek-e puhák, de közben lett egy-két olyan terület, ahol meg időben kapva, észbe kapva azt mondtuk, hogy oké, okay, ez meg a te teritoriumod. Nem tudok segíteni. Én nem tudok elmenni edzésre helyetted. Én nem tudom megoldani az iskolába azt a itthon. Te vagy a főnök, és itt gyűjtsél erőt, meg törzs fel az aksidat ahhoz, hogy amikor kimész, akkor azt meg kell oldanod. Oda megyünk, ha baj van, segítünk tanácsot adunk, és szerintem ez a, nekem ez jött be, ez a helyes arány, amitől van keménység is benne, amit neki meg kell oldania, de tudja, hogy van egy hátország. Aztán sokkal inkább a családot hátországnak képzelem, mint egy ilyen életre nevelő tábornak. Kemény az élet, de de ettől függetlenül én én, én azért hiszek abban, hogy, hogy van egy egy balansz, és ezt meg kell tartani mindenben. Tehát a, én, én, én nagyon óvom azt, hogy a Dórival jó, jó maradjon a kapcsolatunk, és előrébb is helyezzük, és mi, és mi nagyon tudatosan, még a gyerek előtt is már arról beszéltünk, hogy ha lesz gyerek, akkor ugye mi vagyunk az elsők egymásnak, és a, a másik, hogy a. a tehát, hogy, hogy, hogy tényleg be kell ezeket tartani. Egyszerűen nincs, nincs mese, mert különben széthúlik az egész, és amikor már gyerek miatt van együtt az ember, az probléma. Tehát az, az... Kettőnél már nem lehet ezt szerintem ennyire tartani. Nem, nem mert, cosine, ezen, adok ki. Nem. nem fogod azt csinálni, amikor vérzóra lázasan bejön, hogy rábaszod az adatot, és azt mondod, hogy bocsi, szülői, én idő, <télhet> <télhet> még negyed óránk van, old meg. Szóval a való élet néha átrajzolja. De persze, amúgy szép törekvés. Kösz. <laughs> Igen, szegény, most nagyon megijesztjük az a baj. De igen de, de igen, de, ebben a, a, a nem is tóval, ebben az időben, ami ti vagytok, ebben a helyzetben, ebben még szerintem tényleg ez elképzelhetetlen. De, de megbeszéltük Tehát... azt is, hogy, hogy egy, egymásról sose beszélünk a gyerek előtt csúnyán. Tehát bármilyen nagy rohadék legyen, vagy ő beszéltük. Mi is Én ide Megkaptam az agymosásomat. Köszönöm. de szerintem az a csodálatos ebben az egészben, hogy mindenki más volt. Egyébként gondol, más, éli meg az apaságát, és hogy nem baj, szerintem pont ez van rendjén, hogy egy Igen. elő, most még ezt gondoltam. Ezt mondta, De meg ez szépen, olyan, mint ég, amikor hogy... a házasságról beszél valaki, meg előtte Igen. beszélt nekem, hogy na majd, amikor már tíz éve vagytok együtt, na meg na majd, amikor... csak A házasság az más, mert az azt jelenti, hogy egy gyűrű van egyfajtaban az újadon, ami nem hangos, nem drága, és nem büdös, és nem szarik be. A, 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 a gyerek viszont, viszont egyfajtaban ott van, nem az újadon, később aztán mozog, és a lábad alatt lesz, meg fölmászik, meg nem tudom, és, és minden, amit mondtam, az viszont igaz. Rá. Ráadásul szerintem, valahogy, vagy, vagy a jó isten vagy a sors, vagy ki miben hisz, ez egyszerűen úgy alakítja az életet, hogy amit eltervezel, hogy te azt nem akarod úgy csinálni, biztos, hogy az, fogod, az, az jön így majd szembe, és tükröt, tükröt mutat neked a gyerek, és ön a fog megtanítani, amit most nem is gondolsz. Én biztos vagyok benne, hogy nektek is, hogy mindannyiutoknak meló, mert folyamatosan változik a kapcsolat, de azért a, a, a gyerek után, pláne amikor már a gyerek úgy, úgy nagyobb, mondjuk egy ilyen fél egyéves kora után nekünk nagyon sok munka volt az, hogy a kapcsolatunkban megtaláljuk ezek között a megváltozott viszonyok között azt, hogy, hogy miért akarunk együtt lenni, és hogy ez, ez, ezen dolgozni meg, hogy kellett, meg hogy hogyan, ez egy, ez egy, hogyan, kapcsolat, ez egy, ez egy új kapcsolat, fel, megváltoztak szinten, a igen. szerepek, és minden körülmény megváltozott, és nagyon-nagyon keveset alszik az ember, tehát hogy levagyunk terhelve, ettől az ember feszültebb, és ezen, szemény, ezen dolgozni kellett szinte vagyok máskor is, de hogy erről is kevesen beszélnek egyébként. Hogy ez egy csoda, igen, egy csoda, csak ezt elkezdenek az emberek külön szobákban aludni a gyerek miatt, aztán meg elválnak. De ez az intimitás, nem? Tehát én azt gondolom, hogy a gyereknél és miatt és utána fokozottan az intimitás hiánya miatt szűnik meg ez a dolog. Annyira más tesz egyszerűen az életed most pont, amikor felveszünk ezt a műsort, akkor a gyerekek négy napig a nagymamájuknál vannak, tavaly elterveztük, hogy minden nyáron őket a és. És akkor egy ilyen egy hetet, négy hat hét napot ott töltenek, már ez egy olyan élmény volt nekünk is, Annó. Mindenkinek, mindenkinek jó. Mindenki, is jó. gyereknek is, jó, is mindenkinek tök jó. És a lényeg az, hogy ma reggel felkeltünk, átaludtuk az éjszakát. Tehát elve úgy keltem, hogy jól aludtál, jól, nem is kelt. A, nem, addig azt mondta, fogalmam sincs, hogy aludtam, egyszer se keltem fel. Mondom, én sem. <suk> de én sem, sem úgyhogy ráz a hideg, mi miközben hogy, hogy, ennyire fontos. fontos. hogy nincs az, hogy Igen. ötször fel kell, bepisil éjszaka, vagy ki kell vinni pisilni, átjön hozzád, be kell takarni, így van, úgy van, igazgatod, felsír, rosszat álmodik, nem tudom, felkelsz hatszor, úgy kezd reggel, mint ha nem aludtál volna. Átaludtuk az éjszakát elmentünk egyet reggelizni. Ültünk ott, reggeliztünk, és azt mondom, hogy annyira fura az az érzés, amit akkor éreztem kb. utoljára, amikor én nem volt gyerekem, hogy így nem azon gondolkozom, hogy ott van az oviban, de akkor hányra kerültem, hogy te érte, én megyek érte, hogy ezeken gondolkoztam, csak egy ilyen, csak úgy voltunk, csak úgy reggeliztünk, tudom, hogy jó helyen van, reggel beszéltünk Igen. velük egyébként telefonon, Fenn voltak már, jól voltak, tudom, hogy ott vannak, nincs vele dolgom Igen, most egy napig, de minden máson tudok gondolkozni, tudok saját magamon gondolkozni, én rajtunk gondolkozni. De ez egy olyan érdekes érzés volt, ami... ami tudok meg... olyan zenét hallgatni a kocsiban, ami, ami ki mi akarul... Az megvan nektek. Az, az nagyon az, jó. Hát, az az, nagyon az, az jó. érzés megvan neked, amikor először történik, meg sok idő először, hogy megkérdezed a feleségedet, hogy és ezt, ezt nekem főzted? Igen, teljesen igen, nekem. Igen, én igen. négy évig májkrémes kenyérhéjat vacsoráztam. Mert ugye kie, meg igen. Meg a kis Csak borkát, a maradék igen. meg a félig megrágott párizsit, és akkor először az volt, hogy de teljesen azért, hogy én örüljek és igen. megegyem, ezt igen. nekem csináltad. Ez egy ilyen ilyen újabb esküvő volt. Gyerekek, lehet ezt jól csinálni? Másoknak biztos, yeah. másoknak biztos. Én elbizonytalanodtam. Ne, nem ez volt a célunk. Az én apám jól csinálta szerintem velem, és ezzel meg egy kis szerencsével, ha jó mintád van, vagy ha nagyon rossz mintád van, vagy ha nincs mintád is, akkor is szerintem, ha összönösen meg őszintén állsz ez a dologhoz, meg szeretettel, akkor szerintem lehet jó szándékon csinálni. Én azt mondanám, ez hogy jó akinek, jó igen, szándék, aki jó egyáltalán jó, már igen. azt tudja, hogy ezt, ezt illik jól csinálni, szerintem az már a világ ö, legtöbb apájánál már többet tett. Meg legalább a törekvés hogy szeretné hát, jól csinálni. Ezt jól érted, akarja ha... csinálni, Igen. az már egy kicsit jól csinálja. Tehát hogyha az ember túl jól akarja csinálni, nekem volt egy korszak, amikor az Andrásék szólt is, hogy túl jól akartam csinálni, és az, az biztos, hogy nem jó, és nekem sok munka volt, hogy ezt elengedjem, és, és beérjem azzal, hogy, hogy az a 16 gyereknevelési könyv minden fejezete nem fog rám stimmelni, mert egész egyszerűen nem én írtam ezeket a könyveket, és a gyerek nem olvasta hanem az, hanem tényleg az, hogy tényleg, mondja, minden gyerek más, minden hát, kapcsolat igen, más, minden helyzet igen. más. És, és az, hogy, hogy egész, például, nagyon egyszerű példa, volt egy olyan vezérelvem, hogy akkor, hogy egy gyereket nem hozom olyan helyzetbe, hogy én az ő problémáját rátolom, vagy a feszültségbe, de hát Istenem érző lények vagyunk, tehát emberek vagyunk, és ha nekem rossz napom van, akkor látja, hogy feszült vagyok, az átragad rá, és én is, tehát lát tőlem is érzelmeket, engem már bevallom, hallott káromkodni, engem látott csapkodni, mit tudom én mit, tehát hogy van ilyen, van ilyen. De szerintem mondom, téged ez fontos, de egyébként szerintem, szerintem ez fontos a gyereknevelésben, hogy kimutassuk az érzéseinket, mert igen, ők ezáltal igen. tanulják meg, engem is látott igen. már a gyerek kiabálni, látott igen. már sírni, igen. látott aggódni, félni, igen. nem tudom, és igen. Ezeket, de ők így tanulják meg ezeket. és Igen, hogy igen. ezeket a papa ezek, is csinálja. Nem és csak. ezeket én, igen. mi el is szoktuk mondani, ez egy normális érzés, igen. hogy merjél -e sírni, mert kimutatni az érzéseidet. Szerintem ez nagyon fontos például az ő fejlődésükben. Igen, igen. Nagyon utálom, hogyha a gyerekre rászólnak, hogy ne legyen már rossz kedved. Hát miért okay. nem engedjük meg neki, hogy rossz kedved ne legyen, se. hogyha rossz a kedvet, azt is meg kell élni. Hát akkor örülünk, hogyha jó kedvünk van, hogy most nem rossz. Tehát ha rossz kedv nélkül nincs jó kedv. Miért felvállalni azt, aki vagy, döntsd el, hogy te ki vagy, már gyerekkorodban, és szerintem valahol a kettő között kell ugye meghúzni a határt, hogy a gyerek ne legyen elnyomva, legyen személyisége, de, de ne legyen az, hogy ugye ö, tehát a, a, az ellenkező példája. Uh -huh. Tehát ez nagyon fontos. Nekem az nagyon tetszett, amit te mondtál, Andis, hogy egy, egy hátország. El, hogy mi legyünk szerintem. Tehát, hogy, hogy hagyni őket kibontakozni, ott lenni neki, segíteni, megmutatni neki a világot bármiben, sportban, zenében, segíteni neki felfedezni, hogy ő, ő mihez ért, ő de miben De kell jó, az önállóság. De kell az önállóság, hagyni uh -huh. őket, hagyni őket hibázni, hagyni őket rájönni arra, hogy, 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 mi az, ami jó és rossz nekik, és ott lenni, támogatni őket hátulról, de meghagyni tényleg az egyéniségüket. Minden mellett szerintem biztos, hogy tök sokat fogunk hibázni, mert ugyan nem szeretnénk elkövetni ugyanazokat a hibákat, amiket a mi szüleink elkövettek, de másokat pedig el fogunk követni. Bárhogy is, bárhogy is szeretjük a gyerekeinket. És szerintem ez is normális. De ami a legfontosabb, hogy minél több időt töltsünk velük. Az biztos. Lesz sok rossz pillanat, az biztos, de rengeteg felemelő is és sok tanítást kapunk tőlük, de én semmire nem cserélném vissza. Bármennyire nem alszunk, meg, meg amivel ez az egész jár, ez, ez egy csoda valójában, ami történik. Mennyország szagú. Mennyország. <laughs> most, most, most én is, most a végére éves, a Mennyország szagú. de tényleg, tehát, hogy, és akkor mindig arról beszélgetünk, hogy bezzeg régen egy robogóval, meg tudtunk biciklivel menni mindenhova, meg és milyen jó volt, és addig maradtunk, és a felkelő nap, és még ezek a drogok, meg azok a drogok, meg mit tűnt, és, és hogy, de hogy, de hogy ez így most jobb. Igen, ez így most jobb. Ez Tehát egy teljes, teljes egyetértés van, és minden pillanatban, még a Igen. legnagyobb hisztinél is az van, hogy még, még így is jobb. Köszi szépen nektek, hogy itt voltatok. Jó domáltunk. Köszönjük szépen, Nagyon jó Izg volt. Izgi volt. Szépen. Jó volt írálátni. É, nekem hogy ki is hogyan nagyon gondolja. jó volt. De mondom, ez, Ugye, szó, ez úgy tök normál, de esküszöm, hogy ez ne, normális hogy így gondolod, tényleg. Tehát remélem nem azt érezted, hogy mi most így nem tudom, így rád, rád, rád akartuk nyomni, ami mi gondolatunkat. Ez, ez tényleg nagyon jó, Me hogy a, 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 a nulla éves, kettő, négy, hat, Na, meg a igen. 150, igen. és tök, igen. Tök, tök jó volt ez így. De igen, de hogy ez, ezek a fázisok szerintem megvannak, és ez így Kemeny van Abszolút, igen. Úgyhogy köszi szépen nektek, hogy itt voltatok. Köszönjük. Ti pedig ne felejtsétek el a játékunkat, van egy plakátjátékunk, hat nagyvárosban kim vannak az istenes plakátok, Pécsen, Szegeden, Győrben, Miskolcon, Debrecenben és Nyíregyházán, plázákban, illetve buszmegállókban, ilyen City Life plakátok, fotózkodjatok ezekkel a plakátokkal, és töltsétek fel az Instára, vagy Insta Story-ba, vagy posztként, jelöljetek meg minket értelemszerűen, akkor fogjuk látni, és azok között, akik ezt megteszik a következő egy-két hétben, mert addig lesznek ki ezek a plakátok, kisorsolunk két heti jegyet a Strand Fesztiválra, úgyhogy várjuk ezeket. Jövő héten is jövünk, akkor lesz az utolsó Istenest ebben az évadban, az évadzáró, úgyhogy ö, ott is készülünk majd valami kis izgivel, vagy egy kis meglepetés, hogy pontosan miről beszélek, azt majd, azt majd meglátjátok. Köszönjük, velünk voltatok, nektek is köszönjük, hogy itt voltatok. Jövő héten találkozunk. Szevasztok!